Kívánok. Köszöntöm a napvilág valamennyi nézőjét. Kérem, tekintsék meg mai hír összefoglalunk eseményeit röviden. Robogon roboghatnak a rendőrök. Út a munkához, módos a rendelet. A tetőkkel már nem lesz baj. Egyetem művészek a Velencei Tavi térségfejlesztésért. Gyökereink, menteni a jövőnek a múltat. Ált a Bála VVS-iben. Gyors, keveset fogyasztó, elegáns kismotorokkal bővült a Gárdonyi rendőrkapitányság járműparkja. A legmodernebb technikájú robogók a nyári turisztikai szezonban segítik majd a rendőrök munkáját. Tavaly évközepén egy kormányrendelet adott lehetőséget arra, hogy olyan az Európai Uniós pályázatokon nem támogatott projekteket, mint például a bűnmegelőzés, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogassa. A Velencei Tó Vértes térségfejlesztési tanácsnak ez a kormányrendelet segít abban, hogy olyan térségi jelentőségű elképzeléseket finanszírozzon, mint a Velencei Tavi Szezonális Bűnmegelőzési Központ működése. Szezonális bűnmegelőzési központunk sikerén felbuzdulva úgy ítéltük meg, hogy a 2009-es turisztikai szezonban is szükség van a központ működésére. Emlékeztetőül ez a központ az elmúlt évben immár ötödik alkalommal június végétől egészen augusztus 20-áig működött. Azon kívül, hogy bűnmegelőzési centrumként szolgált, azon kívül áldozatvédelmi feladatokat is elláttunk a központban. A teljes pályázati összeg megközelíti a 10 millió forintot. Az elnyert támogatás technikai eszközök bűnmegelőzési szóróanyagok beszerzésére ad lehetőséget a pályázaton belül technikai eszközök részét képezi az a három darab segédmotorkerékpár, amelyek az első kontingens gyakorlatilag. A szezonális bűnmegelőzési központ megnyitásáig, működésének beindulásáig számítógép konfigurációk, nyomtatók, rendszámfelismerő rendszer, valamint bűnmegelőzési szóróanyagok kerülnek biztosításra. A három segédmotoron kívül hat darab speciális kerékpárt is beszerez majd a Fejér megyei rendőrfőkapitányság ezek az eszközök a már meglévő járművekkel együtt képesek lesznek a velencei tavi rendőrök megfelelő mozgását, közlekedését biztosítani. A kerékpáros szolgálatellátás és a segédmotor kerékpáros szolgálatellátás azon kívül, hogy mobil és költségtakarékos, az állampolgárok, az itt nyaralók szemében is egyfajta pozitív érzést válthat ki, hiszen közvetlenebbé válik a rendőr, mint a szolgálati gépjárműben. Segély helyett munkát, ez az Úta Munkához program lényege. S bár Gárdonyban már bevett gyakorlat, hogy mind több a munkanélküli ellátásból kiszorult ember vehet részt a közfoglalkoztatásban, azért a rendeletet is módosítani kellett. Módosított a szociális rendeletét Gárdonyváros önkormányzata. A változtatás az Úta Munkához címmel meghirdetett programhoz történő kapcsolódásokán történt. Ennek lényege, hogy az aktív korú, de munkanélküli segélyben már nem részesülő személyek részére az önkormányzatnak munkát kell biztosítania. Ennek megvalósításához április 15-ig az önkormányzatnak közfoglalkoztatási tervet kell készítenie. Sajnos egyre többen fognak hozzánk ö, átkerülni a munkagyi központból, akiknek lejár a munkanélküli ellátása, viszont az önkormányzatnak április 15-ig közfoglalkoztatási tervet kell készítenie, és ebben kell kidolgoznia a közfoglalkoztatás kereteit, a személyi feltételeket. Gárdonyban eddig is gyakorlat volt a munkanélküliek foglalkoztatása. 2008-ban például a munkanélküliek 90%-ának biztosítottak közmunkát, és decemberben is csak 40 személy kapott segélyt. Az ősszel elindult nagyarányú elbocsátások még nem fejeződtek be, ezért még nem lehet megítélni, hogy ebben az évben hány olyan személy foglalkoztatására lesz szükség, aki elveszítette munkáját. Azok, akiknek az önkormányzat nem tud munkát adni, a rendelet szerint úgynevezett rendelkezésre állási támogatást kapnak majd. Rendszeres szociális segélyre csak az 55 év feletti személyek és a 14 éves kor alatti gyermeküket saját maguk ellátó szülők jogosultak. A 35 év alatti általános iskolát még be nem fejezett munkanélkülieket pedig beiskolázzák. A közelmúltban végrehajtott módosítás célja, hogy minél több munkaképes személy a munkához a közfoglalkoztatás keretein belül. Nem lehet eltéveszteni, piros az óvoda, zöld a művelődési ház teteje. Legalábbis ott, ahol már elkészültek a szakemberek a tetők átépítésével nyéken. Kápolnásnyéken az óvoda épületének felújításával egy időben megkezdődött a művelődési ház felújítása is. A testületünk elhatározta, hogy a művelődési ház tetejét is felújíthatjuk. Erre körülbelül 8,5 millió forintot kell, hogy fordítsunk. A művelődési házban már megtörtént a tűzveszélyessé vált elektromos hálózat cseréje, a most megkezdett munkák során a homlokzat felújítását végzik el, és zöld színű bitumencserepet kap a 850 négyzetméter felületű tető. Az épület felújítási munkái az időjárástól függően várhatóan egy hónap alatt fejeződnek be. Nagy nevű művészek adtak találkát egymásnak Velencén a jubileumi szimpózion alkalmából. A tanácskozáson a Velencei tó térségének alkotó művészeti turizmusa volt az egyik fő téma. A Velencei Juventus szálloda adott otthont a 20. országos szimpóziónnak, melyet a szimpózión alapítvány rendezett meg. A találkozón jelen voltak a művészeti oktatás jeles képviselői, a magyar művészeti telepek vezetői, valamint a velencei tavi települések közül Velence és Kápolnásnyék önkormányzatának alpolgármesterei. A találkozó résztvevői arra keresték a választ, hogy hogyan lehet megvalósítani az alkotó művészeti turizmust a Velencei Tónál a jelenlegi gazdasági pénzügyi válság idején. Mindenféleképpen próbálunk egymással eszmét cserélni. Most ilyen értelemben például válság, ha van világválság, vagy bármilyen válság, az nem létezik szakmailag, Tehát csak a személy, az egyén van válságban. Tehát az, hogy például festész, az nem lehet válságban, szobrászat nem lehet válságban, semmi nem lehet így válságban, csak az, aki ezt űzi, és valami félreértett ebből. Az előadók, a művészek és a helyi turisztikai szakemberek összefogásának fontosságát hangsúlyozták, és megoldásokat kerestek arra, hogy miként lehetne a turisztikai munkában a művészeti telepeket bevonni. A találkozón a Műszaki Egyetem Művészeti Karának vezetője, Balog Balás felajánlotta, hogy a karon tanuló diákok megvalósítható művészeti térségfejlesztési tervet készítenek majd az egész Velencei Tóra vonatkozóan, amely minden önkormányzat részére elérhető lesz. Velencei és Velencei Tavi értékeket kíván megóvni a gyökereink című pályázat. A hat témakörben összesen 12 díjat nyerhetnek, akik fontosnak érzik pályamunkájukkal a múlt megőrzését. Gyökereink címmel hirdetett pályázatot a felnőttek és középiskolai diákok részére a Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület. A 10 fővel működő 2008-ban bejegyzett Egyesület Velence történetének felkutatására kötelezte el magát. A pályázat kiírásával másokat is szeretnének arra késztetni, hogy a település és a tőle el nem választható velenceitó történetét kutassák. Aki pályázatot szeretne írni, az segítséget kaphat. Bárkinek segítünk, akár interiorant fölkeresni, vagy felkutatni az ő kívánsága szerint, amit tudunk, segítünk. Nem egyszerű pályázat, tervünk van továbbra is bővíteni a témaköröket is, mert hát ez nem ölel föl mindent, amit szeretnénk, és a későbbiekben is szeretnénk ilyen pályázatot kiírni hat témakörben várják lelkes lokálpatrióták dolgozatait. Ezeken keresztül a régi velencei és velencei tavi népszokások, néphagyományok, népviseletek, hímzések, kézműves foglalkozások, családfák és a szőlőtermelés, borkészítés történetét szeretnék megmenteni a feledéstől. A 2009. március 10-ig a Velencei Városi Könyvtárba beérkező pályázatokat témakörönként értékelik, és az első három helyezettet díjazzák is. Álta a vvs ben Éva következik a sporthírekkel. Jó estét kívánok, köszöntöm a sportnapló nézőit. Mint azt már megszokhatták, sporthíreink elmaradhatatlan híre a labdarúgás. Ez alkalommal azonban a gyerekeké a főszerep. Folytatódott a Gárdony kupasorozat a Gárdony általános iskolában. Az elmúlt hétvégén ismét pályára léptek a Gárdonyi Labdarúgó kollégium játékosai. Az U15-ös korosztálynak a Gárdony Kupa sorozaton a Komárom-Esztergom megyei válogatottal, az Újpestel és egy Székesfehérvári csapattal is meg kellett küzdenie. A Gárdony a kétszer-négyes csoportmérkőzések során csoport elsőként jutott döntőbe, ahol 4 négy egyre nyert a Rákosmenti Tornaklubbal szemben. A hétvége gól királya, Gárdonyi játékos lett Cseszneki Rihárd, a csapat edzője Olá Attila. Pécsen rendezték meg a 12 éves teniszezők fedett pályás magyar bajnokságát. Pécs adott otthont a 12 éves teniszezők fedett pályás Magyar Bajnokságának, ahol az Agárdi Teniszklub ifjú tehetsége is pályára léptek az ország 32 legjobb teniszezőjek között. De Rossi Marcell a nyolc közé jutást követően nem került döntőbe. Galgóci Ákos, aki esélyes volt egyéniben, a legjobb nyolc közé ütögette be magát, majd betegség miatt feladta az egyéni küzdelmeket. Párosban Budapesti versenytársával a harmadik helyen zárták a bajnokságot. Szórakoztak a sportemberek, hagyományőrző sportbárt rendeztek Agárdon a, a VVS-iben. Mintegy 130-an vettek részt a kisebb szünet után újra megrendezett hagyományos vízi sportbálon, amelyre a szervezők a megszokott decemberi időponttól eltérően ezúttal január legvégén várták a szórakozni vágyó sportembereket. A Velencei Tavi Vitorlás Szövetsége közösen megrendezett mulatságon a Dimenzió Együttes gondoskodott a jó hangulatról. Az est érdekessége volt a táncverseny és a hagyományos éjféli a sorsolás is. Sporthíreink végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra. A napvilág végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.